Folytatjuk is minimálbér kérdésekkel. A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a vendégünk, Zlati Róbernek. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mert hogy megkongatták a vészharangot a szövetségben, mondván, hogy nemzetközi segítségre van szükség azért, hogy az európai minimálbér irányelv átültetése megvalósuljon Magyarországon is. Az a benyomásuk, hogy a magyar kormány erre nem nagyon hajlandó. De először mondjuk el a nézőinknek, hogy konkrétan miről szól ez a megállapodás, hogy itt hirtelen nem pikpak fognak nagyon nagyban emelkedni a magyar minimálbérek, mert hogy például a viszonyítási alap az a reál árakon vett áru és szolgáltatás kosára bruttó mediánbér 60, vagy a bruttó átlagbér 50%-a, és most még csak nem is erről van szó, hanem például arról, hogy a kollektív szerződésben mi van, ezt így jól összegeztem? Lényegében igen, persze most az a feladatom, hogy egy kicsit ezt kibontsam, és ezt meg is próbálom. Valóban nem arról van szó, hogy itt egységes európai minimálbér lenne, remélem ez már mindenkiben letisztult, mert legelőször talán még ez is zavarta a képet, hanem minden ország saját maga kell, hogy megállapítson egy tisztes minimálbért. Egy olyan minimálbért, amelyből valóban meg lehet élni, és nem dolgozói szegénységet növelő bérekről lehetne beszélni az Európa egyes országai. Ugye ez az egyik része az Európai Uniós minimálbér irányelvnek, amelyet Magyarországon is 2024. november 15-éig kellene a magyar jogrendbe beiktatni. A másik része pedig talán így leegyszerűsítve valóban, hogy a kollektív szerződés, illetve a kollektív szerződések, de inkább itt arról van szó, hogy a kollektív szerződési lefedettségnek a növelése. Az irányelv azt várná el minden egyes tagállamtól, hogy lehetőleg legalább 80%-os lefedettséggel legyenek a munkavállalók a kollektív szerződések által. Ez Magyarországon a 20%-ot sem éri el. Ebben nagyon jelentős lépéseket kellene tenni, és hát ebben segíthetne egy pár utalás ugye az irányelvben, illetve hát mindenképpen ezt úgy kellene átdolgozni, hogy meg kellene erősíteni a szakszervezeteket, a munkáltatói oldalon pedig az érdekeltséget kellene megteremteni annak érdekében, hogy ágazati kollektív szerződések legyenek. Vállalati kollektív szerződésekkel nem lehet elérni ezt a 80%-ot. Mik a gyanúra okot adó jelek az önök számára, mi szerint a kormány itt érdemben nem akarja megvalósítani ezt az uniós irányelvet? Az irányelv a mi véleményünk szerint sok jogszabálynak a módosítását, törvényeknek, meg akár kormányrendeleteknek a módosítását kellene, hogy eredményezze. A magyar kormány meglepő módon már az idén áprilisban szeretné egyébként a jogrendbe átültetni ezt a szabályt, de szerintünk nem megfelelő, nem elégséges módon. A magyar kormány azt mondja a törvénymódosítások indoklásában, hogy tulajdonképpen már eddig is megfeleltünk ennek az irányelvnek, ami szerintünk egyáltalán nem igaz, semmiképpen sem igaz, és ennek megfelelően kb. 20 jogszabályban, törvényben egyetlen egy mondat szerepelne itt a módosítás, illetve az átültetés kapcsán, hogy az a törvény, ami egyébként most nem fog változni, ezt az irányelvi megfelelés szolgálja. Ez a mondat egyébként nagyon apró módosítások után bekerülne a munkatörvénykönyvébe is, de a munkatörvénykönyvében tényleg nincsen semmilyen lényeges módosítás. A kormány azt mondja ki, vagy azt kívánja kimondani ebbe a jogszabályba, hogy majd egy megállapodás alapján kijelöli, vagy a megállapodásban foglaltak alapján megszületik az a fórum, amely a minimálbérek megállapítására jogosult. Ma is van ilyen fórum. Egyrészt törvényben, egyébként érdekes Magyarországon, a törvényben az van, a munkatörvénykönyvében, hogy az NGTT, a Nemzeti Gazdaság és Társadalmi Tanácssal folytatott konzultációt követően állapítja meg a kormány, vagy hirdeti ki a kormány a minimálbéreket. Ezzel ellentétben egyébként van egy VKF, ami egy megállapodáson alapuló versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma, és az ebben folytatott konzultáció jó esetben megállapodás, jellemzően megállapodás után hirdeti ki a kormány a minimálbért. Tudna mondani egy-két nagyon konkrét dolgot, amit szeretnének, hogyha ha tényleg szerepelne az új szabályozásban, igen, és most nincs benne? Magának a minimálbér, és a
Csak egy mondatot a minimálbérről, hogy valóban az van, hogy az ajánlás szerint az 50 és 60%-nak, ugye az átlagbér 50 és a mediánbér 60%-ának is meg kellene felelni a minimálbéreknek. Ha ezt megvalósítanánk Magyarországon, több tízezer forinttal lenne magasabb a jelenleg hatályos minimálbér is. A másik oldal pedig, ami tényleg jogszabályi módosításokat igényelne, hogy az előbb említettem, a Magyarországon nagyon alacsony a kollektív szerződések, és ezen belül pedig kifejezetten alacsony az ágazati kollektív szerződéseknek a száma. Ahhoz, hogy ezek megszülethessenek, a munkáltatói oldalak érdekelté kellene tenni, hogy ezekben részt vegyenek. Például elő lehetne írni azt, hogy csak azok, vagy azok kaphatnának, előnyben részesülhetnének állami pályázatokban, vagy közbeszerzésekben, Európai Uniós pályázatokban, akik csatlakoztak már, vagy csatlakoznak ilyen ágazati párbeszédbizottsághoz, vagy ágazati kollektív szerződéshez. A szakszereti oldalon pedig hát a korábban, sok-sok korábban elvett munkatörvénykönyvi módosítások miatt elvett támogatást kellene visszaállítani, például a munkaidőkedvezménynek a mértékét megnövelni, de elsősorban például a képzési munkaidőkedvezményt visszaállítani, a sztrájk törvényt úgy módosítani, hogy lehessen jobban sztrájkolni. Mi van, hogyha a kormány valójában azt mondja, hogy semmi nem akadályozza meg a munkavállalókat, hogy szakszervezetekhez csatlakozzanak. A szakszervezeteknek kéne erősödnie és vonzóbbá válnia ahhoz, hogy egy munkavállaló azt érezze, hogy oda megéri csatlakozni. Tehát, hogy inkább önökre mutatok. Ez mindenütt kihívás. Tehát nem csak magyarországi probléma, hogy a szakszervezetek esetleg a létszámuk, taglétszámuk, a támogatottságú csökken, egyébként ezt fölismerte Európa, és éppen ezért az európai irányelv is erről szól, hogy meg kell erősíteni a szociális partnereket, a munkáltatói oldalt is, illetve a szakszervezeti oldalt is. Tehát ez nem a magyar kormánynak a szándéka kellene, hogy csak legyen, hanem egyszerűen meg kell felelni az Európai Uniós irányelvnek. Ezáltal lenne valóban szociálisabb az Európa, ami éppen a múlt heti Európai Uniós csúcson is kellett erről beszéljek néhány mondatot, és akkor is elmondtam, hogy mi Magyarországról, a magyar szakszervezetek abban vagyunk érdekeltek, hogy Európa szociális arcát erősítsük meg, és ezt egységesen kell megtenni. Nem lehet az, hogy egyetlen egy vagy egy néhány európai ország kimarad ebből, és nem együttesen csináljuk. Csak egy mondatban, ha a kormány erre mégsem hajlandónak, bármilyen szankciója lehet uniós részre? Természetesen igen, hát egy Európai Uniós irányelvben nem tartása az szankciókat. Hát egy Így van, ezek semmelyik sem egyik napra a másikra, mint ahogy a minimálbér sem fog egyik napra a másikra európai szintre emelkedni. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!